Az első lépés az ilyen fiókos szekrényke összerakásánál, ugye a fiók tartó sinek felhelyezése. Itt arra ügyeljetek, hogy a sinnek a hátulján ütközésig toljátok előre a hátsó részt, így fognak oda kerülni azok a furatok, amelyek kellenek a felhelyezéskor. Ide kerülnek ezek a csavarok behelyezésre. Amire ügyelnetek kell, hogy ez a nyíl ugye kifelé mutat, ez a rajzból is kiderül, bár nem kap nagy hangsúlyt, hogy azt figyeljétek, hogy a függőlegesen elhelyezett lukak, tehát ahol több luk van, oda essen ez a nyíl, tehát erre mutat kifelé. Ez jellemző egyébként erre a háromfiókosra, illetve az ötfiókos változatra is. Ebben a tekintetben is én szeretem kímélni magam a technikával. Először kézi csavarhúzóval csavartam ezeket a csavarokat, és viszont olyan erőt kell kifejteni, amelyek eléggé megterhelték a csuklómat, ezért ezt a behajtó eszközt használom a továbbiakban. Arra kell ügyelni, hogy ezen erőt tudtok állítani a behajtásnál, hogy ne szakítsátok ki a pozdorjából a csavarokat. Ezt állítsátok legalább 4-es vagy 5-ös fokozatba. Magasabb fokozatot nem javaslok, és nagyon egyszerű módon, amint halljátok, ez lerasnézik így, és nem tudjuk kiszakítani a csavart a fából, illetve a pozdorjából. A következő művelet a fatiplit behelyezése, ahol el lehet csúszni, és hibát lehet elkövetni. Úgy tudjátok a legegyszerűbben megállapítani, hogy hová kerülnek ezek a fajta beszorítható fejű csavarok, illetve a fatiplik, hogy belenéztek a lukakba, amelyik luk átlátszik, tehát lukas teljesen, oda kerülnek a csavarok, de ne tegyetek fatiplit, az összes többibe pedig mehetnek a fatiplik, így belehelyezni.